14. fejezet, a helyzet bonyolódik. Egy ideig össze-vissza kóborolt a nagy épület tömegben, melyhez minden Dőri hozzáépítetett valamit, mindenik a maga ízlése szerint, ki román stílusban, ki barokban, vagy csak úgy, ahogy a falusi kőművesek esze vetett, némely lakatlan része már besüppett, összerepedezett, baglyok, denevérek tanyáztak benne, szóval a vénkastély úgy volt ott a dombon, mint egy összekuporodott mindenféle mankókkal, toldalékokkal megtámogatott vén matróna, aki a susogó lombok, madárcsicsergés és mézöngés közt a fiatalságról álmodik. Bernát végigjárta az ismerős lakosztályt, kinyitogatott egy csomó szobát, de nem talált egy lelket sem, csak a csimpánz nyöszörgött egy pokrócon fekve a volt társalkodóné szobájában. A hátulsó bal lapockája be volt pólyázva. Saját szerelmén tanul a majom is, ez se viszám többé virágot senkinek. Hely, ki van itt? Ordítozta Bernát szerte szét, de egy lélek sem felelt sehonnan. Csak nem nyelte el a föld ezt az egész háznépet. Egyszerre úgy rémlett neki, mintha a saját nevét hallaná kiáltani. Zsiga, Zsiga, gyere elő! Szakasztott a butler hangja. Tompán a föld alól hangzott. Meg lehet különben, hogy hallucináció. De ha az ő hangja, akkor a földszintről jön, ahol pedig nemigen lakott a család, mert a földszint félig a földbe volt építve, és valaha börtönökül szolgált, mikor még az első építető, egy krucsai, Jusz Gládét is gyakorolt, egyszer a saját szép feleségét fejeztette le éppen azon a helyen, ahol most a melegágyak vannak. A falak nyírkosak voltak, és még cselédek se lakták az alsó helyiségeket. Bernátnak mégis eszébe jutott, hogy Dőri említette múltkor, mennyire nem szereti a bunda meg ködbön szagot, amelyel a pellekedő felek az egész lakosztályt elárasztják, minél fogva áttette a kancelláriáját a földszintre. Futott tehát a földszintre, de ott is időbe került, amíg a sok sikátor zigzug között rátalált a szolgabírói irodába vezető folyosóra. Nem volt semmi jelző táblácska, ami kalauzolta volna, hanem a folyosó ívezete előtt ott állott balról a deres, jobbról a kaloda. Hát bizonyára itt kell lenni a kancelláriának. A folyosón már sötét volt, de Bernát mit sem törődött vele, ment tapogatózva a fal mellett, még egyszer egy hang szólalt meg. Ki az? Bernát odébb ment a hang felé, anélkül, hogy felelt volna. Szólj, mert lövök! Hallatszott ismét az előbbi hang. Bernát Zsigmond vagyok, vendég itt a háznál, felelte Bernát. Menjen vissza az úrfi! Itt van semmi keresete. De a mi diákunk bátran előrehatolt, míg csak el nem jutott a két fegyveres pandúrhoz. Hol van butler gróf? Kérdezi parancsolóan. Hagyja csak őt, majd megláthatja később, most még dolga van. Akarom tudni, mi dolga van. Itt valami gazság történik. Mit csinálnak vele? Semmi rosszat, ifjú úr, bár csak én lennék a helyiben. Szívesen lennék két esztendeig juhászkutya egy ilyen éjszakáért. Bántó, utálatos röhely kísérte szavakat. Eresszenek, be akarok menni! Abból ugyan semmi se lesz, úrfi, ne is tessék házsártoskodni. Micsoda jogon merik megakadályozni? Azon a jogon, hogy aki nincs valamely esküvőre meghíva, annak odakün sokkal tágasabb. Esküvő. Ez a szó mindent megfejtett. Most már tudta, miért jött a pap, miért csukták el a kaput, hogy idegen vendég megnelephesse a gazdát, miért távolított el minden fölösleges cselédet, csak a beavatott cinkosokat hagyva meg a háznál. Hiszen olyan világos, mint a nap. A gazdag nábobot meg akarták fogni mindenáron. Hét uradalom ura, nagy cselédek, de hogy az előbb nem jutott eszébe, amikor 100 jel mutatta, kedve volna odaverni a fejét ahhoz a nyírkos falhoz, míg csak szét nem locsan. Egymást egészítettek ki a sok feltűnő jelenség. Most már minden kidomborodott, minden részlet beleillett az óriási csíny rovátkáiba. Természetes, hogy most erőszakkal eskedteti a pap odabent, de ez még nem lesz elég. Este majd föltolják emelő készülékkel a menyasszonyához,
tanúk majd benyitnak, bevilágítanak a mennyasszony szobájába, és tanúskodhatnak, hogy a vőlegény ott töltötte az éjszakát. Ó, Istenem, Istenem, hát csak ugyan te kormányozol-e itt, vagy csak hagyod löketni ide-oda az embereket, engedve a sorsukban turkáltatni, mint a hanyag gazda a szalmájában. Felforrt a vére, és dühösen taszította meg az egyik pandúr. Bemegyek, ha az ég a pokollal szakad is össze. Félre, kutyák! Egy szót se, mert mindjárt elbánunk az úrral. Az egyik pandúr, Kázsmári, átnyalábolt a derekánál fogva, fölemelte a levegőbe, mint egy macskát, aztán letette a földre, ahogy letesz az ember egy fazekat, vagy kancsót, amiből ivott, még gúnyolódott is hozzá az akasztófára való. Hopsza bögre, nem törsz el! 3 esztendeig szopta ez az anyját, szörnyű kemény keze volt, érezte zsiga, és nyomban taktikát változtatott. Jó emberek, nézzék az Istent, beláthatják, hogy be kell mennem. Hiszen maguk a vármegye alkalmazottjai, katonaféle emberek, maguknak is van pajtásuk, aki életbe, halálba segítene magukon, és maguk rajta. Hiszen magyarok, hát nekem ez az egyetlen jó cimborám került most a vesztőhelynél rosszabb helyre. Ne akadályozzák meg, hogy bemehessek, és hogy ne engedjem megtörténni, ami ott folyik. A szíveikhez szólok, kedves barátaim, nem arról az oldalról kell nézni az esetet, amelyről maguk látják, hanem azt kell venni, hogy az én barátomat egy szép leányka szereti a mi falunkban, s ő is azt. Annak a leánykának a szíve fog meghasadni, hiszen maguk is szeretnek, vagy szerettek már valakit életükben, tudom, hogy jók, és ha agyon is tudnak lőni egy zsivány, de egy fülemülét meg nem ölnének szándékosan, hogy annak a kis szíve megszűnjön dobogni, és abban maguk is részesek legyenek. Eresszenek be, jó emberek, úgy, mintha én kerekedtem volna felül a dulakodásban, és nem bírtak volna velem, hogy semmi szemrehányás se érhesse, és Isten meghálálja azt maguknak, sőt, én sem akarom egész ingyen. A zsebébe nyúlt, és abból a 6 fényes 20-asból, amelyeken a Szűz Mária áll királyi palástban a kis magzatjával, miket a nagyasszony ma reggel elváláskor a zsebébe csúsztatott, kivett 2-2-t, és a pandúroknak nyújtotta. Gúnyos nevetéssel tolták vissza. Felszaladt a mincér, akkoriban a súlyemelőt hívták így. Humorizált Jeszenka, még az imént egy-egy falut akasztott rá körtének a fiatal gróf, most már 2 20-assal akarja az ifjú úr lenyomni. Meg is adta volna, ha mondta. Ránk férne, ifjú uram, mert régen vagyunk szegények. Az ember szeretné megpróbálni a másik sort is, hanem hát az a baj mi, hogy mikor ilyenkor a tenyerünk kezdene viszketni, hát mindjárt viszket a nyakunk is. Nem tehetünk mi semmit az úr ellen. Azért csak menjen az úrfi Isten hírével, és hagyjon nekünk békét. Ami nem lehet, nem lehet. Bernát maga is belátta, hogy semmire sem megy, és csak annyi barátságot kért már a pandoroktól azért a 4-20-asért, hogy engedjék benézni a kulcsukon. Ami némi külön tanácskozás után neki meg is engedtetett, de csak úgy, hogy ez alatt az egyik kezét az egyik pandur fogja, a másik kezét a másik pandur, ám legeltesse a szemét, ha neki tetszik, ez úgyse árthat a dolgok fundamentumának. Zsika benézett, és a fogai csikorgatta dühében, mint egy vatkan. Éppen akkor kötözte össze a baronesz meg a János kezeit a pap stólával, mialatt az öreg Dőri tartotta Jánost lefogva. Rettenetes, rettenetes, kiáltá, ó, hogy nincs most hatalom a kezemben, hogy összemorzsolnálak mindnyájatokat. Jobb bizony, ha nem morzsol, ifjú uram, hanem örül, hogy szabadon van. Nagy hiba is volt, hogy a méltóságos úr így hagyta. Ha mi nem lennénk, itt még zavart csinálhatna. A zsiga fülét megütötte ez a mondás. Csak ugyan lehetne még rosszabbul is, ha őt magát is becsukták volna valahova. Most legalább szabadon van, még esetleg tehet valami hasznot is. Kimehet, föllármázhatja a falut, vagy Isten tudja, mi mindent csinálhat, csak egyszer kün legyen.
és ettől a vágytól ösztökélve szó nélkül indult vissza a sötét lépcsőn, mire kiért már odakünn is beesteledett, messze a falu tornyában megszólalt búsan az esti harang, apró csillagok gyulladoztak az égen és a falusi viskók ablakaiban. Futott egyenest a kapu felé, sajnos a kapu be volt zárva, úgy az ajtaja is hiába feszegette, hiába verte öklével. A megmászásra pedig gondolni sem lehetett, mert éles szögekkel volt ellátva a kőfal mindenütt. Talán a parkban talál valami rést. Liegve futotta be a parkot, de a szögletes kőfal sehol se eresztette ki. Tehát én is fogoly vagyok. A fölháborodás feszítette szívét és izgatta idegeit. Voltak percei, hogy ott akart maradni és szembeszállni Tőrivel. Birokra kelni vele, széthasítani a koponyáját és kiszabadítani a barátját. De az okosság azt súgta neki, hogy ereje csak akkor lesz, ha kívül jut e falakon. De hogyan szabaduljon ki innen? A kerítésnél egy helyen óriási hásfa volt, amelynek a koronája majdnem összeborult a szomszéd kertnek a kőrisfájával. Hát, ha a hásfáról fönt a magasban át lehetne ugrani a kőrisfára, a szomszédportáról aztán kijuthatna a szabadba. Ez jó gondolat. Elég ügyes mászó volt, levetette csizmáit, mert akkoriban rövidszárú csizmát viseltek a nadrág alatt az urak is, összekötötte valami iszalaggal, és nyakába kanyarítván őket sietve kúszott föl a fára. Jó szerencse, mert még fönt se volt egészen, amikor fölhangzott a Dőri parancsoló szava. Keressétek, valahol itt kell lennie! Ha a pokolban volna is, elő kell keríteni. A portáról semmi esetre sem mehetett ki. Bernátnak hangosan dobogott a szíve, és nem mert megmoczanni se többé, félt, hogy a lombok mozgása, suhogása elárulná. A léptek pedig egyre közelegtek, keresztül kasul csörtettek a pandúrok a bokrok közt. Dőri ez alatt a kertészlakhoz közeledett, és úgy tetszik Vidonka Józsit szólította meg. Hé, asztalos! Nem láttál itt valahol egy fiatal urat? Semmit sem nem láttam. De mégis láttam egy fekete macskát. Edd meg a fekete macskádat, te szamár! Majd halkan kezdtek valamit beszélgetni. Bernát feszülten figyelt, de egyetlen hangot sem fogott el, pedig az esti szél onnan fújt. A pandúrok a kert nyugati végébe kanyarodtak, ahol a filagória volt meg a kuglizó. Zsiga most időt nyert, a veszedelem megnevelte ügyességét, úgy mászott, mint a mókus, míg végre elérte a kellő pontot, ahol a két fa legközelebb esett egymáshoz, megkapta annak egyik ágát, és egy merész lendítéssel áthajította magát a szomszéd fára. Hanem a szerencsétlen csizma éppen abban a röpülési pillanatban oldózott meg a nyakán, és az egyik a Dőri kertbe pottyant, a másik ellenben tovább tartott ki a gazdája mellett, szerencsésen átesett az izsépi fundusra. Túlról hallotta a pandúr lassú megjegyzését. Olyan éles volt most a hallása, mint a nyúlé. Psz, valami recsent! Nem hallottad, Kázsmári? Semmi, felelte Kázsmári. Nyilván egy macska ugrott le ott a szögletben valamelyik fáról.